Am Wochenende feierten Romagna und Bogart gemeinsam die Ernte. Das Rosmarin-traditionelle Volkstanzensemble trat in beiden Dörfern auf. Hát ez egy szüreti rendezvény, ezt általában két évente szoktuk megrendezni, Bogárddal közösen rendezzük, és tehát minden népviseletet próbálunk itt megmutatni, hát leginkább a magyar népviselet, de most már, mivel hogy a Nemzetiségi Önkormányzat rendezi ezt, ezért a nemzetiségek is felöltöznek, és ők is vonulnak régi hagyományokhoz híven. Hát itt most volt a bírónének a kikérése, csak mivel olyan meleg van, ezért muszáj egy kicsit, hogy felfrissítsék magukat. És utána lesz egy menettánc a Barackos lakóparkig, ott felülünk feldíszített kocsikra, platós autókra, kis buszokra, gyerekekkel, és megyünk át Bogárdra. Bogárdon is lesz egy tánc a bolt környékén, és akkor utána megyünk föl, hogy a focipályán, tehát Bogárdnak a másik részének is megmutassuk, és akkor utána ugyanúgy visszajövünk Romagnára, és innen a Béketértől fognak föltáncolni a kultúrházig, a kultúrházuk pedig lesz az régi hagyományos szőlőlopás, táncosok fognak táncolni, és este pedig egy zenés táncmulatsággal zárjuk a napot. Wie in anderen Dörfern waren auch in Romagna der Weinbau und die Weinherstellung früher weit verbreitet. Heutzutage gibt es viel weniger Menschen, die die Weinberge bearbeiten können. A régen nagyon nagy hagyománya volt a bortermesztésnek, voltak bormustrák is, borversenyek is voltak. Sajnos egyre többen, azt mondom, vágják ki a szőlőjüket, mert egyszerűen, tehát az idősek, ahogy kihalnak, a fiatalok már nem tudják gondozni, művelni, és azért tudjuk, hogy a szőlőművelésnek igencsak olyan ember kell, aki reggeltől estig ebbe él. Régen nem volt olyan német család, ahol nem lett volna szőlő és bortermelés, tehát ez a németségre teljes mértékig volt jellemző, hogy minden háztartásnál, minden házban, minden családban dolgoztak szőlővel, tehát volt szőlőművelés. Die beiden Gemeinden haben eine gute Beziehung und viele gemeinsame Programme. Szokott lenni általában közös rendezvények, az az igazság, hogy tehát mi itt vagyunk. Van egy tábla, de igazán az a tábla az nem jelent semmit. Tehát Romagna és Bogárd mindig szerintem egy volt, itt nagyon sok, ahogy az óvodában is rengeteg bogárdi gyerek jár, az iskolában rengeteg romagnai gyerek jár, tehát mi egy nagy család vagyunk, Romagna Bogárd. In Romagna werden die ungarn-deutschen Traditionen bis heute gepflegt. Sie halten es für wichtig, dass auch junge Menschen und Einwohner, die nicht der Nationalität angehören, an die ungarn-deutsche Kultur herangeführt werden. Hogy a fiatalok is megismerjék ezt, és hogy a fiatalok is ebbe éljenek föl, tehát megismerjék a múltukat, ezáltal legyen jövőjük. Hát a nemzetiségek együttműködése szerintem nálunk a faluban nagyon jó, tehát itt német-magyar nagyon jó megfér, igazán más nemzetiség nem jellemző erre a falura. Mióta a nemzetiségi önkormányzat működik, azóta meg egyre inkább, tehát mi behozzuk a régi nemzet, tehát a régi németséget, tehát hogy mi a magyaroknak is megmutatjuk, hogy igen, milyen volt itt régen. Tehát régen sokkal több sváb élt ebbe a faluba. Das Programm endete mit einem gemeinsamen Abendveranstaltung im Kulturhaus von Romagna.